Nagyon távolról indulva jutott el a hatodik helyezésig a Máté Szalkai futballcsapat. Tavaly augusztus elején még az is kérdéses volt, hogy egyáltalán elindul-e a bajnokságban a Nagymúlt Egyesület csapata, aztán az utolsó pillanatban sikerült összeállítani a szakmai stábot és a játékos keretet. Ehhez képest a bajnokság novemberi félbeszakításakor az ötödik helyen állt az MMTK a megyei első osztály tabelláján. A tavaszi folytatásban is gyűjtögette a pontokat a Botos Sándor által irányított csapat, és bár áprilisban hullámvölgybe került a gárda, végül az utóbbi évek legjobb szereplését produkálva a hatodik helyen zárt a 2020-21-es idényt a Máté Szalka. Az elmúlt időszakokban, az elmúlt években a megye első osztályban szereplő csapatunk az mindig a kiesés ellen küzdött, és éppen megúsztuk a kiesést. Ebben a bajnoki szezonban viszont egy előkelő hatodik helyen végzett a csapat. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, a városvezetés is, az egyesület vezetése, a szakosztály is nagyon örül, és külön emeli az értékét ennek az örömnek, hogy olyan játékosok érték el ezt a sikeres eredményt, akik ebben a bajnoki rendszerben a legfiatalabbak voltak, hogyha megnézzük az életkorukat. Másrészt pedig a csapat gerince gyakorlatilag Máté Szalkai fiatalokból áll, vagy Máté Szalkán nevelkedett fiatalokból áll, és ezt egészítették ki, ugye, akik Szatmárnémetűből és Nagykárolyból átjáró magyar srácok. Máté Szalkán szeretnének tovább menni azon az úton, amilyen az elmúlt szezonban elindultak. A további terveinkben az szerepel, hogy minél több Máté Szalkához kötődő fiatal srácot építsünk be a csapatba. Ennek megfelelően már vannak, mondom, előzetes tárgyalások, és nagyon remélem, hogy ezek még a bajnoki felkészülés előtt, a nyári játékozási időszakban ratifikálódni is fognak ezek a szerződések. Egy távozóról biztosan tudunk, Ötvös Szabolcs, aki hasznára volt a csapatnak, Miskolcon fogja a tanulmányait folytatni, úgyhogy ő be is jelentette, mivel sikeres felvételi van túl, be is jelentette, hogy a következő szezonban nem tud itt versenyezni, a többiekkel pedig még úgymond függő játszmák vannak, de én nagyon szeretném, hogyha a csapat gerince maradna, és ehhez még esetleg frissítésekkel, fiatal játékosokkal megspékelve a következő szezonban ugyanezeket a terveket szeretnénk kitűzni, hiszen hogyha már most megindult valami előre, akkor próbáljunk ebből a színből már nem leadni, vagy ha lehetőség van, akkor akár előre is lépni. A Máté Szalkai játékosok jelenleg pihenőjüket töltik, a felkészülés július közepén kezdődik. A megyei első osztályban augusztus 14-én rajtol a bajnokság.